Ugye izgalmas kérdés, hogy hogyan készül a kollázs. Azt szokták mondani, hogy vágd és illeszd össze. De hogyan lehet összeilleszteni? Az embernek vannak például ilyen régi papírjai, meg akár új magazinból is, vagy például valamilyen grafika, és akkor egyszerűen elkezd élni. Ez a kollázs, ez például úgy készült, hogy kivágtam szemeket, meg szájakat belőle, és utána azt láttam, hogy azok a felületek, amik itt kilettek vágva, azok nagyon izgalmasak, hogyha valamit teszek alájuk. És itt, amikor installáltuk, akkor egy nagyon érdekes volt, hogy a konyhámból a babafejek ide kerültek, és igazából, amikor rendezzük, csak néha derül ki, hogy az ember nem is biztos, hogy tudatosította, hogy pont ugye egy ilyen fej fölé kerültek a babák. Ráadásul ennek a kiállításnak volt még egy izgalmas része, hogy nem beszéltünk össze a fotóssal, meg egyáltalán egymással, és kiderült, hogy a fonalakat, a vörös fonalakat ugyanúgy használta egy másik alkotó, úgyhogy ez szinte így átvezette. Tehát ez az, amikor szerintem a művészek között így a tudattalan, tudatalatti dolgok vándorolnak. Nem mindig kell tudni egyébként, hogy egy-egy kollázsnak mi a jelentése, illetve többféle jelentése is lehet. Erre a képre visszatérve annyiba érdekes még, hogy itt van egy bádog ember, és amikor kitettem a Facebookra, akkor valaki azt írta, hogy ő szereti a kollázsokat, de nem érti. És akkor mondtam neki, hogy valamikor régen az ikonfestés idején akkor a művek voltak fontosak, aztán utána jött a zseni kultusz, amikor egy festő, például akár Dürer vagy Picasso volt a fontos. Ma már a kortárs képzőművészet esetében sokkal izgalmasabb kérdés, hogy az alkotások milyenek. És hát igen, a befogadón van a hangsúly, úgyhogy őneki kell tudni értelmezni, mert én lehet, hogy egész más gondolok, vagy olyasmit is szoktak néha mondani a befogadók, a nézők, ami nekem eszembe se jut egy-egy kollázs kapcsán. Most erre nem biztos, hogy feltétlenül tudok ebben az esetben példát mondani, de itt a kitett kollázsaim, a színesek az enyémek, esetében még az is egy izgalmas, hogy mi mindent installáltunk melléjük, úgyhogy a konyhámból ezért kerültek ki a babafejeken kívül, például itt ez a kirakati bábún, rajta egy póló, ami egyébként a Nane Egyesületnek, aki ugye a nők elleni erőszak témában egy nagyon intenzíven évtizedek óta dolgozó civil szervezet, egy póló, úgyhogy az került ide ki. Ha valaki veszi a fáradtságot, akkor el tudja olvasni, hogy a feminizmus az a radikális eszme, mi szerint a nő is ember. És amikor a kiállítás megnyitó volt, akkor szóba került az, hogy el lehet gondolkodni, hogy miért diagonálba, miért átlóba és miért fejtetőn került ide ez a felirat. Ugye Sziborka Bandállal az volt a tervünk, hogy nő legyen a témánk, és ennek megfelelően raktuk ki ide a kollázsokat, a női témájú kollázsainkat válogattuk. És akkor tényleg itt, hogyha valaki elmélyed a dolgokba, akkor sok minden részletet is megnézhet. Például ezen a képen ugye, hogy egy nő hogyan feleljen meg sok mindennek, sok mindent tesznek, mondjuk ez egy manöken, de átvitt értelemben nézhetjük is, hogy mi mindent kell csinálni egy nőnek ahhoz, hogy megfeleljen a valóságnak, és nem véletlenül raktam bele, hogy egy könnyű kis gyakorlat, miközben ugye itt azért nagyon sok minden csinálnak azzal a nővel, hogy úgy nézzen ki, ahogy. De nyilván vannak könnyedebb megoldások is, akár az, hogy nincs egy rongyom, mit vegyek fel, de akár ez a kép, ami itt van, a MeToo mozgalomra is reagálhat, finoman, vagy kisebb-nagyobb utalások, aztán generációkra is utalhat, hogy ugye bűn pihenni, még én is emlékszem, hogy a nagyanyámék, tehát én is állandóan tettem-vettem folyamatosan valamit, és ugye a idős asszony eléggé megrovóan nézi ezeket a pihenő nőket. Aztán a Frida Kahlo is eszébe jutott arról a képről, ugye egy öltönybe egy fiatal nő, akit én valamennyire azért vissza is varázsoltam a női mi voltába. És hát szerintem ennek a térnek van egy sajátos hangulata, úgyhogy kihasználtuk a teret olyan értelemben is, hogy ugye nem is tudom, hogy mi ez a vezeték, hogy oda is raktunk még kollázsokat.
És akkor talán zárásként még a legutolsó, ami már azért túlmegy a kollázson, inkább asszemblázsnak mondható, ugye kollázs az papír darabokból áll, amikor meg tárgyakat rakunk össze ugyanúgy, akkor létrejön egy asszemblázs, ez sokaknak kedvence volt, nekem is nagy kedvencem. Egyébként a lányomat ábrázolja a fotó, és olyan tárgyakat ragasztottam, ami meg az ő világát érzékeli. Izgalmas volt ez a kiállítás, és jó volt kollázsokat kiállítani, és ebben a térben részt venni, meg ezen a fesztiválon is. Hát nekem ez egy alap a halálélmény, tehát tudom, hogy ezt nagyon sokszor megfogalmazom, meg, vagy nagyon nyersen fogalmazom meg, de hogy igen, ez érdekel a halál, vagy az újjászületés, vagy azért gondoltam, hogy harmadik ember, meg azért gondoltam, mert összeállt ez a kis sorozat, és nem nagyon illet bele. Itt vannak a maszkok, amiket szeretek, tehát ezek lepra orvos és pestis orvos maszkok alapján csináltam, és igazából hordani akartuk a Szipivel, de aztán így föllógattam, mert jól illeszkedik ide. A két koponyás mögött a tibeti halottas könyvből van egy nekem elég fontos idézet, és aztán pedig igen, itt is a tibeti halottas könyv jelenik meg. Tehát valahogy a saját kultúrámat is belevittem, a saját származásomat, azokat a dolgokat, amik érdekelnek, és hát ez gyerekkorom óta izgat, ez a leprapestis orvoslás, meg több minden. Tehát igazából az a gyökere, hogy a nagyszüleimnél nagyon alacsonyan voltak a nagyobb könyvek, és hát a nagybos könyv és az egészségügyi kis lexikon voltak egymás mellett. Mind a kettőből profitáltam, mert elértem. Úgyhogy igen, tehát valahogy nem a megijesztés a cél, vagy hogy ott is írtam abban, hogy a középkorban erről viszonylag nyíltan beszéltek, meg annyira közeli volt a halál. Most meg így ellaboráljuk, beadjuk öregek otthonába, nem nézünk oda, nem... És igen, tehát a folyamatok is izgatnak. A rohadás, a szétmálás... Ezek a kis képek, ezek milyen technikával készültek? Ezek linómetszetek, igen. És szereted a grafikákat? Szeretem, attól függ, hogy mit akarok kifejezni. Ugye én nem vagyok egy nagy kolorista, vagy azt nem nagyon szeretem, hogyha ha valami nagyon színes, és akkor szándékosan rádolgozok, mint hogyha valami nagyon monokróm lenne, tehát ebben is elég sok szín van, a kéktől elkezdve, de nem fogod látni. Ez nagyon érdekes számomra, hogy ez, most, hogy mondod ezt a szót ki, hogy itt két csontváz ölelkedik. Ez egy. Ez egy. Olyan furcsa volt nekem most ez a pillanat, mint hogyha beleláttam volna ezt a dolgot, nem? Nem, mert meghagytam a karcsontokat is kicsit. Ez is nagyon izgatott régóta a röntgenképek, amiket gyűjtöttem egy időben, és felraktam az ablakomra, és nézegettem. Nem tudom, azt hiszem, hogy kimerítettük a nőművészet fogalmát megint. Nem vagyok nőművész, tehát ezt hozzátenném, hogy egy ember vagyok, aki művész, és nem is nagyon szeretném, hogyha belevonnának valami mozgalomba. Ezt a sorozatot 3 éve kezdtem el. Egy eléggé már ritkának számító technikával dolgozok, a nedves kollódiummal, aminek nagyon sok előnye és hátránya van. Ez egy nagyon instabil eljárás, sötét kamra szükséges hozzá, tehát bárhova megyek, akkor cipelem magammal a több kiló vegyszeremet, a hatalmas fakamerákat és sok egyéb mindent. Nem ez a technika lényege, csak ez egy magyarázat arra, hogy miért nem használják a manapság, és hogy miért számít annyira különlegesnek, hogy ez a sorozat, ez rengeteg különböző helyen készült. Számomra ennek a technikának a lényeg az, hogy olyasmit tud megmutatni az emberi világból, vagyis hát a világunkból, amit mi emberek a saját szemünkkel nem látunk.
Sokkal többet látunk, mint a kollódium, de mégis valójában összességében sokkal kevesebbet. Ez a roppant érzékeny, minden szempontból roppant érzékeny technika. Számomra legalábbis biztosan, de úgy vettem észre, hogy mások számára is egészen más tud megmutatni a világból, mint amit magunktól észrevennénk. Gyakorlatilag együtt dolgozok az anyaggal, hiszen ahogy említettem, nem pont ugyanazt látjuk, természetesen pontosan megkomponálok minden képet, minden világítást, ha nem külső helyszínen dolgozom, külső helyszínen megvárom, amíg jónak tűnik a napfény, de ezzel együtt minden egyes expozíció más és más, és hát mondjuk úgy körülbelül havonta egy-két jó kép tud elkészülni ezzel a technikával. Ez a 24 darab, ami 24 plusz egy darab, ami itt van, ez 3 év alatt készült el, és mindegyik arról szól, hogy miféle kerítések, korlátok, falak vesznek minket körül, és hogy mi ehhez hogyan viszonyulunk. Ezek a kollázsok, amik itt láthatóak, két nagy csoportba oszthatók. Vannak a fekete-fehér A4-es kisebbek, amik a ezévi munkáimnak egy ilyen gyűjteménye. Ezek egy fanzinba fognak kerülni grafikai illusztrációként, ami 2020 elején fog megjelenni, és a nagy színes két kollázs pedig analóg kollázs, tehát festéssel, ragasztással, vágással készültek, amiket beszkenneltem, és úgy születtek belőle ezek a printek. Tehát ezeknek van egy úgymond eredeti verziója. Ez a nagy büszkeségem, mert bekerült a Maintent 13 magazinba, ami egy amerikai ilyen dadaista magazin, ami évente jelenik meg. És ezt a másikat pedig Jászberénybe készítettem a Art Camp alkotótáborba. Úgyhogy a fekete-fehéreknél ott vegyesen vannak digitális kollázsok. Ez mondjuk digitális kollázs, ez is abszolút digitális kollázs, tehát amit csak úgymond számítógéppel vagy technikával hozok létre, és vannak vegyes technika, tehát amikor az analóg kollázs ugyanígy ilyen beszkenneléssel és utómunkával kerülnek nyomtatásra. Például ilyen ez a fajta munka, ennek is van egy eredetije, ami nagy és színes, és annak egy részlete ez, illetve ez egy fotóból készült, amit én utómunkáztam, és ez még ami ilyen, hogy van egy eredetie, ami analóg kollázs színes szintén is annak a beszkennelésével készült. Ezek a fekete-fehérek tulajdonképpen egy előnyomatai, vagy próbanyomatai ennek a könyvnek, ami januárra várható, hogy megjelenik. Az Aranyköpések 2 címet fogja viselni, már az egy ugye megjelent 2 évvel ezelőtt, és ez annak a folytatása lesz. Annyival bővül ez az egyhez képest, hogy terjedelmében azért jóval vastagabb lesz, most jelenleg 63 oldalnál tart, és még valószínű, hogy fog bővülni, és mindegyik egy-egy mondathoz lesz angol fordítás is, amit Brennel Zoltánnak köszönök, hogy fordít, folyamatban van, úgyhogy ezt várom már nagyon én is.